Bonum TV. Értéket adunk az időnek. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a teremtettel. Szent Család ünnepe van. Különös szeretettel imádkozzunk mindannyian a mai napon a magyar családokért. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunk az Istennek. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, Te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anyajogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam, legyen gondod apádra örökségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jó tett fejében majd gyarapodni fogsz. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is ő benne. Azt, hogy ő bennünk marad, a lélektől tudjuk, akit adott nekünk. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! És a Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnep napok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napja mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak az okosságán és feleletein. Amikor szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte a szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szent Család ünnepe nem is olyan régi hagyomány egyházunkban. Először Kanadában terjedt el a Szent Család különös tisztelete. 13. Leó pápa, aki a 19. század végének nagy szociális problémáiról elsőként fogalmazta meg az egyház tanítását, örömmel támogatta ezt a gondolatot is. Az egész világegyház számára azonban csak 15. Benedek pápa írta elő ezt az ünnepet 1921-ben. Magát az ünnepet eleinte Vízkereszt nyolcadában tartották, majd 1969-ben helyezték csak az egyházi évnek egy még kiemeltebb helyére, karácsony ünnepének nyolcadába. Úgy tűnik tehát, hogy a Szent Család tisztelete éppen korunkban vált különösen is aktuálissá. Ezt az érzést erősíti meg bennünk az a fejlődés is, ami a család témájának hivatalos kezelésében az apostoli szentszéknél végbe ment. 1973. január 11-én alapította meg tiszteletre méltó 6. Pál pápa a Család Pápai Bizottságát. Ezt alakította át azután Boldog II. János Pál pápa 1981-ben pápai tanáccsá. Ez a tanács azóta is számos nemzetközi kongresszust tartott, különféle megnyilatkozásokat dolgozott ki, sőt, 2006-ban egy pápai hatóság részéről szinte szokatlan módon külön lexikont is adott ki, a híres család lexikont,
amely körülbelül egy hónapja már magyarul is olvasható. Ha a Bibliát lapozzuk, mondjuk a Szent István Társulat által kiadott magyar fordításban, akkor 217 helyet találunk, ahol a család szó a magyar szövegben előfordul. Többnyire ószövetségi említések ezek, amelyek valakinek a származására, rokonságára vonatkoznak. Az Új Szövetségben e szerint a fordítás szerint mindössze 14 helyen van szó a családról. Háromszor az evangéliumokban, egyébként pedig a szentpáli levelekben. Ez a nem túl gyakori említés néha szintén valakinek a származására utal. Azt olvassuk például, hogy a messiásnak Dávid családjából kell származnia. Máskor a család természetes közösséget jelöl, amelynek gondját kell viselni, amelyen belül különösen szomorú dolog a békétlenség vagy az ellenségeskedés, és amelytől illik elbúcsúzni akkor, ha az ember Jézus tanítványává szegődik, és kísérni akarja őt vándorútján. De a család lehet közösség a hitben, megkeresztelkedhet a családfővel együtt, erről is van három említés, sőt, magát az egyházat is, mint Isten családját említi az Efezusiakhoz írt levél. Ezt mondja, már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai. Az egyház, mint Isten családja, éppen a legutóbbi években vált a teológia kedvelt témájává. Nem mintha a Biblia nem szólna mindazokról az értékekről, amelyeket hitünk fényében a családdal kapcsolunk össze. Ám, mint egy természetesnek veszi a család fogalmát, nem helyez különös hangsúlyt erre a szóra, erre a fogalomra. Mi történt tehát a családdal az utóbbi évszázadban, főleg pedig az utóbbi évtizedekben? Miért van szükség arra, hogy az egyház is többet és másként foglalkozzék vele? Eleinte a nagy szociális kérdések álltak előtérben. A család, mint alapvető egység, a termelésben és az öngondoskodásban kezdte elveszíteni a szerepét. A nagyipar, a bérmunka terjedése, majd a mezőgazdaság átszervezése nyomán egyre kevésbé dolgozott együtt az egész család. Egyre kevésbé volt a család a mezőgazdasági vagy az ipari termelés alapegysége. De a munkahelyre eljáró apa, vagy később a családtól távol dolgozó mindkét szülő nem tudta gondozni az idős vagy a beteg családtagokat sem. A kislakások tömeges építése nyomán a különböző nemzedékek már nem laktak együtt. Elterjedt az úgynevezett kis család modell. De zavarok jelentkeztek a család másik nagy funkciójában is. Ez pedig a nevelés területe. A közösségi társadalmi készségeket, a gondoskodást, a figyelmességet, az együttműködés készségét, a tiszteletet és a szeretetet is a családban sajátítja el az ember. És a különböző alapvető szerepeket, az édesanya, az édesapa, a testvér, a gyermek, a rokon, a nagyszülő feladatait, de számos más készséget, sok egyéb ismeretet is a családban sajátítunk el. Csak hogy a világ több mint 100 éve immár egyre több ismeret átadását tekinti a társadalom feladatának,
egyre több oktatási, sőt nevelési feladatot ad át az iskola rendszernek. A szülőknek sokszor sem idejük, sem képességük nincs arra, hogy mindent megtanítsanak gyerekeiknek, amire az életben szükségük lesz. A család nevelői szerepe mégis elsődleges és pótolhatatlan. De sok család maga is gondozást, anyagi, nevelési, lélektani és lelkipásztori támogatást igényel. A család nagy mértékben függővé vált a termelés, az elosztás, a tájékoztatás, a szociális gondoskodás nagy társadalmi rendszereitől. Ebben a folyamatban az utóbbi időben két jelentős változás történt. Egyrészt a nyugati világ sok állama, de számos nemzetközi szervezet is elkezdte szorgalmazni a családdal, az élettel, a házassággal kapcsolatos alapvető fogalmak megváltoztatását, az ezekkel kapcsolatos intézmények gyökeres átalakítását. Mintha a család a társadalomnak nem alapsejtje, hanem pusztán terméke, sőt, gondozásra szoruló, problematikus területe volna. Ezért már II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításban, majd az apostoli szentszék és a világpüspökei sok más megnyilatkozásban tisztázták és hangsúlyozták a családdal kapcsolatos alapvető fogalmakat és értékeket. Ha korábban a szentszék inkább a család eltartására alkalmas, igazságos munkabérről, a családok lelkipásztori gondozásáról, a családtervezésről, a nevelés, a pornográfia, az erőszak, a prostitúció vagy a kábítószerek problémájáról nyilatkozott, újabban az alapfogalmak tisztázása és az alapvető emberi intézmények védelme került előtérbe. Egyre inkább magáról az emberről van szó. Arról, hogy minek tartjuk, kinek tartjuk az embert. Mit értünk a személy méltóságán és a szabadságon? Értékeljük-e és miért értékeljük magát az emberi életet? És közben zajlik egy másik új folyamat is. A nagy társadalmi ellátórendszerek nyíltan beismerik, hogy képtelenek biztosítani mindazt, ami az elmúlt évtizedekben a fejlettnek mondott világban természetesnek tűnt. A nevelést és oktatást, a betegellátást, az idős gondozást egyre kevésbé tudja megoldani a társadalom. Egyre inkább újra szükségessé válik az egyén és a család helytállása. Csak hogy a családok, gyakran kis családok és csonka családok kevés terhet tudnak vállalni. Hiányzik a pénz és az idő. Sokszor kicsi a lakás is több nemzedék számára. Talán az is gyengíti a teherbíró képességet, hogy a család helytállásának csökkent a megbecsülése. Ebben a helyzetben különösen is időszerű boldog II. János Pál pápa tanítása. A teremtő és a megváltó Isten tervében, mondja a pápa, a család nem csupán a maga identitását fogja fel, hanem a maga küldetését is, azaz, hogy mit képes és mit kell cselekednie. A feladatok, amelyeket a családnak Isten akaratából kell végrehajtania, a család belső természetéből fakadnak. Mivel Isten terve szerint a család az élet és a szeretet bensőséges közössége, ezért az a küldetése,
hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely eleven visszhangja és tükröződése annak a szeretetnek, amellyel Isten az emberi nemet, az Úr Krisztus pedig az egyházat szereti. Karácsonykor Isten ember szeretetének titkát ünnepeljük. Ebben a szeretetben bízva kérjük a Szent Család segítségét családjaink és az egész emberiség számára, hogy megmaradhassunk az élet és a szeretet közösségében Istennel és egymással, mert hivatásunk nem a pusztulásra, hanem az örök boldogságra szól. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberére. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak. Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék egyházunk. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a házastársak esküjükhöz híven hűségesek legyenek egymáshoz a sírig. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát, az örök boldogságot. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Mindenható örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni fiad földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot Krisztus, a mi Úrunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész, ami Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked engesztelő áldozatunkat, könyörögve kérünk, hogy Isten szűzanyjának és Szent Józsefnek közben járására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békétben, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott. Sőt, csodálatos cserével miénk lett isteni, örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Háladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föl támadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Benedek pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a békejelében. Legyen békesség. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mondom, és megbűnj az életem.
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívd magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te égi jeleddel táplálsz minket. Segíts, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, és a földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az egyeket és a földet alapította. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Értéket adunk az időnek.